Kérlek, légy velem őszinte, mutasd meg, mi lakik a szívem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, én Katica vagyok, ez pedig itt a Csak Őszintén Katicával. Mai vendégem Boglárka. Szia, Bogi! Sok szeretettel köszöntelek téged is, a kedves hallgatókat. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, hiszen én még olyan sok mindent nem tudok rólad. Tényleg? Tudom azt, hogy fantasztikus énekesnő vagy, fantasztikus a színpadi megjelenésed, a táncod, a produkciód, de mint magánember nagyon keveset tudok rólad, és szerintem nem csak én, hanem a hallgatók is. Igen. És én szeretném, ha ez a mai adás arról szól, hogy egy kicsit jobban megismerjünk téged, hogy honnan indultál, hogy jutottál el odáig, aki ma vagy. Hú, nagyon hosszú út vezetett idáig, ha visszagondolok. Néha rögösebb, néha könnyebb, néha mesébe illő csodákkal. Én debreceni lány vagyok, Debrecenben születtem. A szüleim nem művészek. Hát, hogy honnan az indítatás? Nem is volt így a családban senki? A nagypapám kántor tanító volt, tehát ő zenél, de őt meg nem ismertem. Szóval lehet, hogy a véremben volt valami muzikalitás zene, de inkább csak annyit tudtak a szüleim, hogy egy örök mozgó gyerek vagyok, aki nem bír megülni a fenekén, nem bír egy panel lakásba, nem bír megülni, és valamit kezdjenek velem, és akkor elvittek tornázni, akkor művészi tornának hívták, aztán később RSG lett a neve, akkor ott balettoztunk, akkor később táncoltam, tehát megismerkedtem ott többfajta tánc stílussal, innen a tánc, innen az akrobatika, a spárga, meg a cigánykerék, amit mindig elvárnak tőlem is most már. Tehát tulajdonképpen annyi volt a szerencsém, hogy igaz, hogy nem művész családban nőttem fel, de támogattak végig a szüleim. Szóval én ezt, amikor kigondoltam 10 éves koromban, hogy én színésznő leszek, ez a család ezért él. Tehát, hogy a Boginak fellépése van, táncversenye van, tornaversenye van, zongorázni kell vinni. Tehát az egész család úgy élt, hogy én belőlem színésznő legyen, felvételek készítése, zenei alapok, akkor még minden egy kicsit zötyögőse volt, nem volt YouTube, kottatárba kellett kottáért menni, zenei könyvtárba, szóval kicsit minden bonyolultabb volt, hogy a célt elérjük, főleg mondom úgy, hogy nem művészek között éltem. Tehát a szüleimnek és nekem egy nehezebb utat kellett kitaposni. De az apukám, az édesapám volt most már egy utólag mondva a menedzserem. Uh-huh. Akkor ezt nem tudtuk, hogy ezt így hívják, vagy nem ez volt a cél, csak ugye egy szülő, aki támogatja a kislányát. De ma már látod, hogy minden olyan dolgot mindent ő intézett, körülölt. Mindent ő intézett, hogy nekem zenei alapom legyen, hogy az jó hangnembe kerüljön, hogy fölhívta 5-ször a rendezőt, hogy egy meghallgatásra, hogy le akarták beszélni, hogy nem ide való a gyerek, de ide való, fölhívta, ment, taposta ki nekem az utat, amit egy gyereknek, tehát én pici, ugye 10 éves voltam, és akkor így kerültem egy gyermekszíjátszó csapatba, így kerültem a Csokonai Színház színpadára, és akkor mondjuk itt egy csoda, hogy egyből főszereplő lettem, egyből első szereposztás, egyből körülöttem forgott a világ, tehát hogy tényleg vannak olyan etapok az én életemben, vagy karrieremben, amik ilyen hirtelen történtek. Ez volt az első ilyen, hogy fél éve jártam egy gyerekszínjátszó kis csapattocskába, és akkor egy fél év múlva már főszerepet énekeltem, táncoltam az Ózba, a Dorotita, egy zenés verzió volt. Szóval ez egy csoda volt. És akkor utána drámatagozatra jártam, van Debrecenben a Ady Endre gimnázium, itt Pesten is van amúgy. Ez megint csak tovább képzett engem, közbe jártam külön magánénekórára, táncoltam, zongoráztam, nem tudom, szolfézsra jártam, szóval mindent, tényleg a tanulmányokat is e felé vitték el a szüleim. És hát ugye az, hogy az operett hogy jött, ez 15 éves koromban, amikor elvitt édesapám ehhez a magánénektanárhoz, ő magánénekes volt, operaénekes, a Mohos Nagy Éva tanárnő, őnála kezdtem a hangképzést. És ahogy bementem, énekeltem egy népdalocskát, rám nézett,
mondta, csináljak egy, nem tudom, egy cigánykereket, vagy valamit ott csináltam a szoba közepén, és akkor mondta, hogy te szubret vagy, te szubretnek születtél, te leszel Oswald Marika utódja. És akkor ott álltam, kis 15 éves kis... És nem is tudtad, hogy miről beszél. Azt sem tudtam. Jó, hát a Marikát úgy tudtam, hogy kicsoda, meg a színészeket, úgy ismertem, prózai, amúgy prózai színésznő szerettem volna lenni. Tehát ismertem ugye az operett műfaját is, meg úgy tényleg színházba jártunk, de az, hogy mi az, hogy szubret, és különben is én a Vígszínház színpadán szeretnék, én tragika leszek, vagy nem tudom mi, tehát hogy én teljesen más elképzelésem volt amúgy. De ez a pont, amikor ugye a énektanárnő, az Éva néni rám mondta, hogy ez leszek, innentől kezdve megint egy új irányt vett az egész életem, és akkor innentől kezdve az operett bekebelezett, én az operettet, tehát egyszerűen egy kölcsönös imádat jött létre. Hogy akkor nem volt az, hogy te kitartottál az elképzelésed mellett, hanem te elfogadtad, hogy ő azt mondta, hogy mert te szubret leszel, és nem, akkor... Nem csak a szó, hanem ugye megint egy hónap múlva elvitt fellépni, hogy menjek, Hajdúszoboszlók közel van Debrecenhez, és ott folyamatosan német vendégeknek adtak elő operett műsort német nyelven. Hát akkor egy két hét alatt megtanultam németül a repertoárt, beugrottam, mert hogy szubret sosincs, mindig énekesnők vannak. Az operettben is, ugye a pop műfajban is, de aki jól táncol, tehát nincs olyan énekesnő, aki még mozogni is tudna. És itt is hiány volt, ugye, és én velem töltötte ki az űrt a tanárnőm, ugye, hogy három opera énekes, plusz kellett egy szubret neki. Uh-huh. És engem bedobtak megint csak a mély vízbe, ott találtam magam Hajdúszoboszlón a német közönségnek, úgyhogy egy hónap énektanulás után, szóval nagyon... És megálltad a helyed. Igen. És beleszerettél. És a sikerek. Tehát, hogy nem az a mondat volt, hogy rám olvasta a tanárnő, hanem azok a sikerek, a közönség reakciója, hogy ez ennyire tetszik nekik, hogy én nekem ekkora sikerem van ebbe, tehát ez mámorító, ha az embernek sikere van, és visszacsatolást kap. Egyszerűen olyan lendületet adott, hogy én onnantól kezdve operetteket ettem, néztem a tévébe, VHS-en, mindenhol táncokat, tehát, hogy egyszerűen bekattant, nem tudom, mint egy őrültnek, hogy nekem ez lesz a hivatásom. És mindent megtettem azért, táncokat tanultam videókról, mondom, akkor még nem volt YouTube, meg ilyen könnyebb út, VHS-ekről, szóval, hogy és repertoárt bővítettem. Mindent meg akartam tanulni, ami ezzel kapcsolatos. De ennyire szorgalmas és maximalista nagyon. Vagy az életed más területein is, vagy csak itt éppen? A szakmai területen, igen. Szakmai területen? Hát, tudom, én takarítani nem szeretek annyira, mondjuk otthon. Tehát, hogy a szakmám van, igen. És ez mit gondolsz? Ez inkább szorgalom és maximalizmus, vagy törtetés? Ez szorgalom, maximalizmus és őrület. Tehát ez annyira, az ember annyira rabja lesz ennek. Tehát majd utána később mondom, hogy a színházhoz is, hogy utána az operett színházhoz felvettek. Tehát olyan önszorgalom volt bennem, például az operett színházban is, mikor felvettek, hogy már játszottam szerepeket, de én lejártam reggel a balettkarhoz gyakorolni. Tehát senki nem mondta. Én reggel fölkeltem egy órával hamarabb, ugye úgy van a próbarend a táncművészeknek, hogy a próba előtt nekik minden reggel balettóra van. És én oda bejártam. Mert én azt éreztem, hogy én még nem vagyok elég jó. Szóval ez már tényleg az őrület és a szakmának az imádata, ami mindig vezetett előre, és mindent félre söpört. Tehát én nem úgy éltem általános iskolában, ahogy egy kisgyerek élt, nem úgy voltam középiskolás, mint egy más középiskolás, viszont 18 évesen az Operett Színház színpadán találtam magam. Hogy de ez mind a saját döntésed. Főszerep. Hogy hát az élet oda sodort. Hogy minden a mi döntésünk, ez nem, ebben nem vagyok biztos. Innen fogjuk folytatni. Mi lesz az első dal, amit hoztál nekünk? Legyen egy saját szerzemény, hegedű szó, muzsika szó. Tőlem pedig a Kérdés című feldolgozás dalomat fogjátok hallani. Hallgassátok, feljövünk. Hegedű szó, muzsika szó, dínom, dánom, messze földön, hét határon, nincsen párom. Magyar nóta, muzsika, táncol a kis bogika. Hegedű szó, muzsika szó, dínom, dánom. Adj, Uram Isten, szebb is jobb jövő. Adj, Uram Isten, magyar mennyegző. A leánynak édes szó, a legénynek piros csó. Adj, Uram Isten, magyar mennyegző. Adj, Uram Isten, szebb is jobb jövő. Adj, Uram Isten, magyar mennyegző. A leánynak
édes szó, a legénynek piros csó, az Uram Isten magyar mennyegző. Édes élet, bor és kenyér, dús arany palász, gyere, gyere, táncolj velem, édes barna lány! Nemzeti szín lobogó, magyar nóta zeneszó, hegedű szó, muzsika szó, dínom, dánom. Adj Uram Isten, dúsabb legelő, adj Uram Isten, csókos szerető, a leánynak pántlika, a legénynek pálinka, adj Uram Isten, csókos szerető, adj Uram Isten, dúsabb legelő, adj Uram Isten, csókos szerető, a leánynak pántlika, a legénynek pálinka, adj Uram Isten, csókos szerető. Hegedű szó, muzsika szó, dínom, dánom, messze földön, hét határon, nincsen párom. Magyar nóta, muzsika, táncol a kis bogika, hegedű szó, muzsika szó, dínom, dánom. Édes élet, bor és kenyér, dús arany kalász, gyere, gyere, táncolj velem, édes barna lány. Nemzeti szín lobogó, magyar nóta zeneszó, hegedű szó, muzsika szó, dínom, dánom. Adj Uram Isten, szebb és jobb jövő, adj Uram Isten, magyar mennyegző. A leánynak édes szó, a legénynek piros csó, adj Uram Isten, magyar mennyegző. Adj Uram Isten, dúsabb legelő, adj Uram Isten, csókos szerető. A leánynak pántlika, a legénynek pálinka, Uram Isten, csókos szerető. Hegedű szó, trombita szó, dínom, dánom, messze földön, hét határon, nincsen párom. Hitet, remény, életet, a szívünkbe fényeket, hegedű szó, trombita szó, dínom, dánom.
És már is itt vagyunk újra a stúdióban, vendégem Póli Boglárka, vagyis hát megbeszéltük, hogy úgy foglak most már bemutatni, hogy Boglárka. Ott tartottunk, hogy felvettek téged az Operett Színházba? Hát igen, tehát leérettségiztem a drámatagozaton, akkor volt egy nagy kudarcom, a színművészetire nem vettek fel az Operett Musical osztályba. Hát talán a szüleimet jobban odavágta, ez egy gyerek vagy fiatal jobban megrázza magát, és megy tovább. Szóval én akkor tudtam, hogy engem nem lehet ilyen könnyen lerázni, tehát nem leszek ügyvéd vagy orvos, hanem megyek tovább az utamon, úgyhogy felvételiztem több színházhoz, mert a színházaknál általában minden színházban vidéken is indul egy képzés. Békés Csabán, nem is tudom, sok helyen voltam, akkor Nemzeti Színház, akkor Magyar Színháznak hívták, Magyar Színházban. Több helyre föl is vettek, de hát természetesen az Operett Színházat választottam, mert tudtam, hogy ebbe vagyok a legjobb, és ez az én utam. És fölvett a Kerényi Miklós Gábor, és egy hónap múlva már, nem is tudom, előtáncoltam neki, aztán Szépváros Kolozsvár, szóval egy dalt meg kellett mutatnom magyarul, németül, hogy biztos legyen abban, hogy engem bedob a mélyvízbe, és megint bedobtak a mélyvízbe, Marica grófnőben német nyelven játszottam először, aztán magyarul. Amúgy tudok valamennyire németül, szóval az nekem könnyebbség volt, a német nyelv az nem volt probléma, de sokszor dobtak be a színházba mélyvízbe, tehát impresszárióknak énekeltem próbák nélkül egy óra gyakorlás után. Meg szóval a színház többször olyan helyzetbe hozott, hogy tényleg meg kellett tanulnom úszni. Szóval a korom ellenére sokkal komolyabban éltem, mint a kortársaim, amit az előbb is mondtam. Mm-hmm. Nem úgy éltem, mint egy más 20 éves, aki bulizni jár, és az egész hétvége az övé, és mit tudom, egyetemista. Én mellette tanultam, mert ugye ez egy színészképző iskola volt, jártam Bartók Béla konziba is, tehát zenét is tanultam, éneket, de nem volt enyém a hétvége abban az értelemben, hanem abban az értelemben volt enyém a hétvége, hogy játszhattam. És ennek megfelelően hamar felnőttem agyilag is szerintem, tehát komolyabb voltam a kortársaimtól. Felelősség volt rajtam. Tehát nem lehet elmenni pénteken bulizni attól, hogy szombaton énekelned kell, mert nem lesz hangod. Tehát minden e körül forgott nekem. A színház volt a második otthonom, az Operett Színház, szó szerint, mert ugye Debrecenben magam mögött hagytam ugye a családomat, a testvéremet, a szüleimet. Egyedül felköltöztem, és tényleg a színházban voltam egész nap. Tehát ezért éltem. Egészen addig a pontig, amíg a férjemet meg nem ismertem. És igazából most itt mondod ugye, hogy nagyon-nagyon sokszor bedobtak a mély vízbe. Én most így magamra vetítettem egy picit a dolgot. Én soha nem voltam hajlandó belemenni semmi olyan dologba, amire én nem tudtam kellően rákészülni. Ami egy picit is veszélyes. Igen, mert engem megijesztett. Megijesztett, és nem volt annyi önhitem, hogy én azt úgy be tudjam vállalni, hogy én azt úgy meg tudom csinálni. Benned viszont folyamatosan ezt látom, hogy akkora önhited van, hogy ez irigylésre méltó. Apukámnak, szüleimnek köszönhetem. Tehát édesapám volt az, aki annyira hit bennem, szegény meghaltam, úgy 5 éve elvesztettem őt, de ő hit bennem annyira, amit mondasz, hogy kell egy háttér, aki minden nap elmondja, hogy ez menni fog, ez jó, te amit csinál. Ez így van, szemedben néz. Kirázod a kis ujjadból, kislányom. Igen. Hát nem így mondta, mert nagyon nagy kritikusom volt. Nagyon jó volt, de. És akkor elsorolta a hibákat. Mint egy színi kritikus, mert ő nagyon, nem szakmája volt ez, de valahogy volt érzéke ezekhez a művészi dolgokhoz, meg mint néző, ugye lent ülni más, mint ha fönt vagy, nem érzékeled, igen, hogy mik a hibáid, főleg az elején, de talán később sem. Jó, egy külső szem, azt mondják mindig, igen, egy külső fül, aki hallja hibáidat, már megszokod a saját hibáidat, a saját rossz gesztusaidat, vagy az bármit, valami klissét, ami rád ragadt, és nem jó. És apu mindig megmondta, de hit bennem, hogy te alkalmas vagy rá. Még visszatérve a színházhoz, hogy édesapám hívogatta a titkárnőt, gondolom most is a színház igazgatójának egy saját titkárnője. A Zsóka volt a mindenes titkárnő, és apu naponta felhívta, hogy szeretném, ha a kislányomat meghallgatnák, mert ő odavaló.
mondta a titkárnő, nem, ide nem lehet bekerülni. Ez az Operett Színház Debrecenből. Hát itt énekelni kell tudni, táncolni kell tudni, játszani kell. De egy kislányom tudja, csak adjanak neki egy percet, hogy megnézzék. Hát ide nem lehet bekerülni. És körülbelül, hát hónapokig hívogatta ezt a kitartó titkár. Volt. Apu, igen. Szerintem a titkárnő már szerintem elátkozta, vagy nem tudom. Van egy zaklatunk. Körülbelül, tehát zaklatta, igen. És egyszer csak azt mondta, hogy na, lesz egy meghallgatás fiataloknak, indul egy stúdió, és akkor lesz egy 2 perc, amiben megmutathatom magamat. Tehát, hogy, és akkor, akkor hát ő... Érdekes ez a meghallgatás. Na, én meghallgatásokra amúgy nem szerettem járni soha. Nagyon, na, ez a, nagyon feszély ez az, amikor ott ülnek, és az a szörnyű. Amikor tétje van? Hát, nem is tudom. Hogy arról van szó, hogy mi lesz a jövőddel? Nem tudom, azt meg kell szokni ezt is, ezt a castingolást, és ez annyira féltem. Hát mondjuk gyerek voltam, tehát 18 évesen más mondjuk, mint felnőtt fejjel. De érdekes, minden castingon éreztem már második másodpercben, hogy jó, hogy akkor is, hogyha póker arcot vágtak, tudtam, hogy ide sikerült, bekerültem, enyém a dolog, vagy semmi. És akkor emlékszem mai napig az Operett Színházba, a Szilvia belépőjét énekeltem, ez egy primadonna dal, nem szubrett dal, de meg lehet benne mutatni a hangot. És mondta az igazgató úr, hogy le fog állítani a felénél. Mondtam, jó, de nem állított le. A egyik legjobb karmester, a Siló Pisti zongorázott nekem. Nagyon nagy segítség volt, mert szárnyakat kapsz, ha egy jó muzsikus játszik alattad. Hogyne. És egy gyereknek, főleg aki még bizonytalan esetleg technikailag, én ott szárnyakat kaptam. Amikor megtámaszt téged alulról a zenével. És egy olyan zongoristát képzelj el, akinek nem 10 ujja van szerint, ez a fantasztikus ő karmester is sok helyen, a Siló István, és emlékszem a pillanatra, hogy nyertem. Tehát, hogy igen, hát aztán az ember összeépíti magát, és már nem biztos, hogy kell minden nap elmondani, hogy hiszek benned, és jó vagy, és csináld, mert az ember, ahogy felnő agyilag, az ember önértékel, és de az biztos, hogy kell támogatás, tehát most meg a férjem vette át apukám szerepét, ő ugyanúgy viselkedik, mint apu viselkedett, talán még nem annyira durván, mert apukám is. Talán ő még nem zaklat titkárnőket. Még nem, de... De még bármi lehet. Igen, tehát apukám csomagtartóból szórólapokat, CD-ket osztogatott, jegyeket, tehát hogy nagyon, nagyon... Ilyen egy igazi menedzser amúgy. És Pesten meg is éreztem aztán, hogy ő nincs itt velem. Tehát Pesten is kellett volna egy ilyen menedzser nekem. És akkor feljebb ívelt volna az Operett Színházi pályafutásom is, és nem ért volna olyan hamar véget, hogy eljöttem onnan. Hát tulajdonképpen közös megegyezéssel. Ott is kellett volna mindig mellettem, hogy a mellettem álljon valaki. Aki tol előre, és aki nem engedi, hogy itt igen, állj. Bizonyos szituációkban az ember visszalép, vagy nem reklámozza magát. Az olyan furcsa, a magadról mondod, hogy én annyira jó vagyok. Hát ezt az ember nem mondja, hanem egy külső... Kell egy ember. Egy menedzser aki kell, aki elmondja, hogy ez a művész, ez ilyen, ez jó, ez ezt tudja, ezt nem tudja. Magadat dicsérni az olyan abszurd, vagy olyan. Így van. Tehát ez egy jól működő rendszer volt Debrecenben, Pesten sajnos ugye ő már nem jött velem, mert ő Debrecenben dolgoztak a szüleim. Magamnak kellett volna kivívnom dolgokat, de fiatal voltam, gyerek, naív, szóval abban a formában nem tudtam önmagam menedzsere lenni, ami ma már talán tudok lenni. Tehát... Na hát akkor innen fogjuk folytatni, és ki fogjuk majd fejteni, hogy is zajlik ez a manapság, a mai időkben. Mi lesz a következő dal? Jöjjön a Szép szerelmem című dal. Tőlem pedig az Anya mindig itt lesz velem című dalomat fogjátok hallani, nagy nehezen sikerült kimondani. Ne menjetek messzire, mert már is jövünk vissza ide a stúdióba. Szép szerelmem, érted ég, a szemedben ott ragyog a drága fény. Három éjjel, három nap, csak húzatnám a legszebbik nótádat. Szép szerelmem, érted ég, a szemedben ott ragyog a drága fény.
születtél, minden megváltozott. Ha rád néztem, a szemem úgy csillogott. Soha nem éreztem ilyen boldogságot. Egy új világot. Anya mindig itt lesz veled, én mindentől megvédelek, ha kell. Én minden eszembe szállok, addig én nem mehetek el, amíg nem rendeztem el. Nekem tudnom kell, lesz meglátni. Anya mindig itt lesz veled, mindentől megvédelek, ha kell. Én minden eszembe szállok, addig én nem mehetek el, ahogy nem rendeztem el. Nekem tudnom kell, lesz és itt vagyunk újra a stúdióba, Boglárkával beszélgetünk, és elmondta azt a rögös utat, ami az ő pályáját végig kísérte, holott hozzátetted ugye azt is, hogy sokszor mesébe élő volt, és óriási szerencse, és óriási háttérország mögötted, de azért rengeteg kitartás kellett, és rengeteg lemondással járt az, hogy eljutottál odáig, ahol éppen ma vagy. És azt hiszem, elárulhatom a hallgatóknak, hogy most a szünetben beszélgettünk, és arról beszéltünk, hogy mennyi irigy ember tud ilyenkor feltornyosulni az ember körül. Van, aki ezért irigy, van, aki azért irigy, de mindig a saját sikertelensége miatt irigy a másik ember. Ugyanúgy ez azt mondtad, hogy jelen van a gyerekek körében is. Igen, mivel én hamar úgymond sikeres lettem abban, amit csinálok, azt vettem észre, hogy már a kis gyerektársadalomban is gáncsoskodnak. Sajnos ugyanúgy működik, mint a felnőtteknél. A gimnáziumban szintúgy, szóval igen, ez egy emberi gyarlóság, az irigység sajnos. Én, ha irigy voltam, talán jó értelemben voltam mindig irigy, hogy wow, olyan akarok lenni. Én mindig a tehetség előtt mindig meghajlok, és valami olyan alázat van bennem, olyan elismerés, hogy ezt én nem tudom, én is így, ilyen szeretnék lenni, de így szeretnék énekelni. Amiről most beszélsz, ez nem irigység, az csodálat, Bogi. Igen, igen, hát szóval, de azt akartam mondani ezzel, igen, valóban, hogy én soha nem irigy voltam, hanem inkább még több munkára sarkalt, vagy szóval, hogy furcsa, én nem tudom megérteni az irigységet, mint olyat. Megviselt ezt egy gyerekkorodban?
Hát most így visszagondolok, igen, igen. Persze, mert picit mivel, hogy felnőtt életet éltem, a tanulás mellett végig dolgoztam, ugye színházba, meg felléptem, amit mondtam, nem úgy éltem, mint a többi gyerek, ezért kicsit kirekesztett voltam, kakukktojás. És tudjuk jól, azt nem szeretik, aki nem áll be a sorba, és nem olyan, mint a így többi. Van. Én soha nem olyan voltam, mint a többi. Én a matekházit megcsináltam 5 perc alatt, míg ők ott ültek 5 órát, és szenvedtek matekórán. Bugi meg a színházba próbált, és hogy jaj, de jó neki, vagy hát virigykedtek, és csúnyákat mondtak. Tehát, hogy felnőtt korban szintén így működik. Sajnos a színházak, de szerintem minden szakmában, ahol össze vannak zárva emberek, kis közösségekben működik. Hát valahogy fel kell vértezni magunkat, és a jót kell látni, és egy gyerekként az ember még sérülékeny, felnőttként már én sokkal, hogy mondjam, felszínesebb vagyok, nem makadok le semmi irigységem, meg semmin. Annyira megvan a saját életem, a saját légköröm, a családom, akik nem irigyek rá természetesen. Igen, ezt beszéltük, hogy megvan a te sziget, kis... Ez egy sziget, az én kis világom, ahol én élek, és aki nem oda való ember, azzal én nem találkozom, azt kizárom az életemből. Mert most miért megteheted? Meg. Mert igen. Ugye, amíg iskolában jár az ember, addig nem teheti meg, hogy elszigeteli magát. Így van. És ezt ajánlom mindenkinek, mert biztos, hogy a hosszú élettitka, szóval, hogy nem érkezzük magunkat. Élni és élni hagyni. Mindenkit, hogy teljesedjen ki abban, amiben tehetséges, és a másik ember pedig hagyja, hogy akkor ő meg abba szárnyaljon, amiben a legjobb. Úgyhogy... Hát én így gondolom. Lehet, hogy ez egy álomvilág, vagy ilyen kis Walt Disney világ, tehát nem. Én túl operettes, túl optimista vagyok. Én optimista vagyok, és soha nem adom fel. Mikor már látom, hogy ha egész háború elveszett, akkor se adom fel. Én még az utolsó, aki ott lengeti a zászlót, szóval én nagyon, nagyon kitartó vagyok, és tényleg... És a végletekig el tudsz menni. Igen, igen, a végletekig. De magam határait is úgy tudom feszegetni. Ez talán a sportból jött. Tehát a fájdalom küszöböm is. Tehát, hogy tényleg bármire képes vagyok. Mindent kibírsz. Igen, igen. De hihetetlen. Szerintem minden nő ilyen, ahogy a női hallgatók fele. De egyébként igen. Hát, figyelj, aki gyereket tud szülni, az mindent kibír. Most így, ahogy hallgatlak, így nem látják a hallgatók, de kapaszkodok a székbe, átjön ez az energia, ez a feszültség, érzem, hogy olyan energia van benned, hogy majd szétvett téged, és te ezt tényleg komolyan gondolod, hogyha te lennél az utolsó a harcmezőn, te akkor is így felelne, hogy már pedig akkor sem. Igen, igen, nagyon nagy energiákat tudok mozgatni. És ahogy az idő előre halad, lehet, hogy fogy az erőm, vagy az energiáim, mert ugye gyereknek van általában a legtöbb energiánk, meg ezt így látszik is az energiák ugye körülöttünk, ki tudják mutatni, de valahogy megtanultam összpontosítani. Tehát az ott a sok energia, amit gyerekkorban így szétszórunk, azt én abba belerakom abba a 2 percbe, abba a fél órába, abba az 1 órába, ami az előadás, és ezt megtanultam, hogy oda koncentrálom az energiáimat, az erőimet, úgyhogy ez nagy fegyver. Ezt kevesen tudják, amúgy azt figyeltem meg. Szóval ez nagyon nagy aduász. Ez így van. Az energiáknak az összpontos, hogy koncentrálj arra 2 percre. Nekem se sikerül mindig, hogyha az ember fáradtabb, vagy szétszórtabb, de ez is egy szerintem a sikernek egy kulcsa. A tehetség, a szorgalom, a kitartás, de az, hogy ott a színpadon a 2 percben a véredet ad. De szó szerint, tehát a múltkor is például valami kis faluházba léptem föl, és ilyen falépcső volt, és egy szög kiállt, nem vettem észre, mert annyira lendületben voltam, csak már mikor beleszúrta, szinte majdnem átszúrta a tenyeremet, akkor úgy sem vérzek. Tehát, de ott olyan extázisban vagy, pontosan. Hogy igazából észre sem vette. De ugye te sem, hogyha így belegondolsz. Persze. A színpadon, olyan adrenalinad van, hogy akkor nem veszed észre, csak mikor kijössz már, és így folyik a vér a kezeden, hogy mi, átszúrtam a tenyerem? Vagy mi ez? Igen, igen. Rengeteg mindent elértél az életedben. Van-e még valami, amire még nagyon vágysz, és amit még mindenképp meg szeretnél valósítani? Hát van. Szakmai elismerés. Talán. Úgy érzed, hogy ez hiányzik? Igen, 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 igen. Igen, igen. Nagyon fiatalon voltam a csúcson, és akkor nem... Persze, akkor díjazták, mert ugye abba a kategóriában, abba a korosztályban nagyon sikeres voltam, de hogy most, közel 40 évesen,
ugye, hát nem tudom, az életem felét valószínűleg leéltem, vagy valószínűleg, igen, több mint valószínű, hogy igen, vágynék szakmai elismerésre, hogy valaki megveregesse a vállam, hogy jó úton haladsz, jó, amit csinálsz, és csak így tovább. Most nem ilyen anyagi dolgokra gondolok, hogy ilyen díjak, Kossuth díj, vagy nem tudom, nem ilyen nagyon nagy dolgokra. Apró pici válveregetésre gondolnék a szakmából. És hogy tényleg, akinek egy ekkora hite van, annak tényleg szüksége van erre? Tehát igen. Igen. Hát igen. Ha ez így van, akkor én azt kívánom neked, hogy ez minél előbb valósuljon meg, és legyen minden úgy, ahogy elképzelted, ahogy szeretnéd, és ha tényleg csak ennyi hiányzik még a boldogságodhoz, és a szakmai kiteljesedésedhez, akkor ez minél hamarabb jöjjön el neked, és még nagyon-nagyon-nagyon sok évig láthassunk téged a színpadon. Köszönöm. Én köszönöm szépen, hogy ma eljöttél, köszönöm a meghívást. Ilyen őszintén beszélgettél velem. Én is örülök, köszönöm a meghívást. Mi lesz az utolsó dal, amit hallhatunk tőled? Egy lendületes dalocska, egy feldolgozás, Perdül a lányka. Tőlem pedig a Nem sírok, mert mulatós dalomot fogjátok hallani, és ezzel köszönünk el tőletek, remélem tetszett nektek a mai adás. Ha így van, akkor tartsatok velünk egy hét múlva újra, addig is legyetek jók, hallgassátok a Trimedio Rádiót, a viszonthallásra! Nem sírok már.